és most hallgassák meg, hogy mi mindent kínálok még a hátralévő együtt töltött időre. Először Ötvös Csilla lesz a vendégem, majd egy nagyon kedves barátom, Szalai Zsolt fog itt ülni mellettem, velem teázni egy pár percre. Ezután Andrássy Frigyessel a karácsony éjjelről beszélgetünk, és természetesen nagyon sok szép dalt hallgatunk meg. Majd záróblokkunként Éliás Tiborral kívánunk önöknek nagyon boldog karácsonyt. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek. Következő címünk Szűz Mária, Istenünk Szent Anyja. És szeretettel köszöntöm Ötvös Csilla operaénekest itt az mi kis ünnepi asztalunknál, hogy egy kicsit beszélgessünk erről. Én is szeretettel köszöntelek téged is, a kedves nézőket. Szűz Máriáról fogok énekelni. Szűz Máriáról az Ave Mária című dalt nagyon sok zeneszerző megihlette. Ez a gyönyörű latin szöveg. Caccinit, Marquesit, Bachot, Bach Guno Ave Máriát, Schubertet, de van nekünk egy gyönyörű magyar Ave Máriánk is, Wolf Péter szerkesztette. Én azt hiszem, hogy minden művész, ha ezt egyszer elénekli, szinte közel kerül Istenhez. Maga az éneklés talán az. Igen. Tulajdonképpen ez egy olyan ima, amit az ember elénekel, de hát valahol csak ima, egy gyönyörű ima. És mindig úgy érzem, hogy ilyenkor úgy kiszáll az emberből valami szeretet az emberek felé. Megmondom őszintén, mert nagyon meg szoktam hatódni alatta. Én ott voltam a jubileumi koncerteden, és én azt hiszem, hogy te magad szeretetet sugárzol. Tehát a legszebb pillanatokban szinte felforrósodott a levegő, láttam, akik megfogták a mellettük ülő kezét. Uh-huh. Nagyon szép volt a koncert, erről is majd egyszer beszámolunk önöknek. Most viszont a te karácsonyodra vagyok kíváncsi, hogy te hogy ünnepelsz? Szeretett családom körében ugye ünnepelek, férjem, fiam, így szoktunk hármasban együtt lenni, és gondolunk azokra, akik már nincsenek közöttünk, mert bizony édesanyám, az anyósom, azok mindig gyönyörű karácsonyokat éltünk meg együtt. De hát gondolok a testvéreimre is, gondolok Csaba bátyámra, Huva bátyámra, de a kis család szokta ünnepelni otthon a szentestét, másnap pedig én vagyok a háziasszony, és jönnek a rokonok. És te vagy akkor az, aki a csodákat előállítja, megfőzi. Igen. Azért az nagy munka, több. Hányan vagytok olyankor? Ó, 15-16-an. És ez nem jelent számodra megterhelést? Nem, én nagyon szeretek főzni, és minden nap főzök a férjemnek, mert ő neki arra igénye van, hogy finom leves legyen, finom második fogás csak süteményre, hála Istennek nincs igénye, mert sütni nem tudok. Ez nagyon-nagyon aranyos. Tényleg egy nagyon szép évet zártál most, és azért ilyenkor karácsonykor az ember visszanéz. Minek örültél a legjobban? Ennek a jubileumi koncertnek, amit megtarthattam a Fészek Művész Klubban, de én úgy érzem, hogy még nem fejeztem be a jubilálást, tehát szeretnék még koncerteket tartani. Nagyon reméljük így a nézőkkel együtt. Sőt, az volt aranyos volt, mert mikor vége volt a koncertnek, akkor mindenkinek mondtam, hogy és a 45 évesen találkozunk. Én azt hiszem, hogy aki tanít, és te tanítasz nagyon sok fiatal nő fel a kezeid közül, azoknak a tanítványai is a családja egy kicsit. Igen, ők a nagy családom. Van a kis családom, meg a nagy családom. És nagyon boldog vagyok, mert most voltunk Gregor József énekversenyen, ami országos énekverseny, és egy nagyon aranyos Weiner Leo konzervatóriumi második éves növendékem bejutott a döntőbe. Nagyon büszkék voltunk. Innen is gratulálunk neki. Rest Tamás lett a, tulajdonképpen a negyedik, mert ugye a harmadik lett kiadva, és a negyedik lett a Tamás. Hát én nagyon-nagyon örülök, és én szívesen beszélgetnék a gyerekekkel is, hogy vajon ők mit gondolnak rólad. Hány gyerek van most a kezeid között? Nagyon sok, nagyon sok. Hát, ha úgy számolom, olyan 15 biztos.
Ez aztán különböző korosztályt is takar, mert van idősebb, meg fiatalabb. De hát tulajdonképpen a fő a Wernerlau konzervatóriumnak a kis csapata, akikkel járunk mindenhova énekelni. Többek között január 10-én lesz egy gyönyörű koncertünk, a 11. kerületben, a Csontvári Művészeti Udvarban, ez egy új színházterem, és ott lesz egy mindent átölelő koncertünk lesz. Opera, operett, sőt, musical, meg mindenféle műfaj. Úgyhogy szeretettel hívlak téged és a kedves közönséget. Én örülnék, hogyha mindannyian ott tudnánk lenni, mert ahogy én látom, nem csak énekelni tanítod őket, te magad is jó színésznő is vagy, ami ritkaság az opera világában, és láttam, hogy őket instruálod meg, bátorítod meg a nőket, hogy viselkedjenek, hogy hordjanak egy ruhát. Bizony, az nagyon hozzátartozik a színpadhoz, hogy menjen, hogy énekeljen, tehát hogy milyen mozdulatokat tegyen. És mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen, ha beleélik magukat a tartalomba, akkor nincsen probléma, mert akkor az a mozdulat magától fog jönni. De hogyha elhatározom, hogy, akkor természetellenes. De olyan ügyesek, hogy mindig meg vagyok velük elégedve. Akkor ebben az örömben már csak egy feladatot maradt hátra. Igen. Nagyon kellemes, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok neked és a kedves nézőknek. A következő dallal Bach Gounod Ave Máriáját fogják hallani Ötvös Csilla előadásában. Pro nobis.